Ukrajnából menekült iskolás gyerekeknek segít a felzárkóztatásban a Dorcas szolgálat. A pedagógiai program megvalósítását az UNICEF támogatja. Hol lesz az oktatás? Milyen korú gyerekekre számítanak? És kik segítik majd őket? A részleteket elmondja Kisábel Lukács, a Dorcas szolgálat igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét! Igazgató úr, milyen igény hozta létre ezt a fajta pedagógiai programot, hogy elindítsák ezt az oktatási képzési programot? Ja, azt láttuk az ideérkező menekült családok részéről, különösen azok, akik a Debrecenben maradtak, a Dorcasnál kaptak szállást, hogy egyrésztről nem ér véget a háború, tehát azért senki se így indította a befogadó központját, hogy még most is itt lesznek, és akár még évekig is elhúzódhat ez a helyzet. És láttuk már júniusban, hogy jön a szeptember, és nagyon közel van, és valamit ki kell találni. És amikor a gyermekeknek a szintjét felmértük, először abból indultunk ki, hogy ki hány éves, ki hol folytathatná az iskolát itt Debrecenben, de hamar rájöttünk arra, hogy részben a Covid miatt, részben az ukrán oktatási rendszer miatt, részben a mély szegénység miatt ezek a gyerekek nagyon le vannak maradva. Úgyhogy most 110 gyermekről beszélünk, és az világossá vált számunkra, hogy nem szeretnénk azt, hogyha most ez a 110 hátrányos helyzetű gyermek, aki teljesen le van maradva, más szinten van oktatás szempontjából, ellepne mondjuk 3-4 iskolát, hogy akkor integráljuk őket. Az integráció szerintünk nem erről szól. Úgyhogy megfogalmaztuk azt az igényt, hogy kellene nekik egy következő lépcsőfok, ami segít nekik abban, hogy eljussanak arra a szintre, ahonnan már a többségi oktatásba probléma nélkül tudnak csatlakozni. És hál' Istennek a mi céljaink, terveink és vágyaink találkoztak az UNICEF-nek a felajánlásával, akik meglátogatták Debrecen önkormányzatát, és kíváncsiak voltak a debreceni menekült misszióra, és a Dorcasnál tett látogatásuk során összehoztuk ezt a két célt és forrás lehetőséget, összeállítottuk az anyagot, és egy pár hete ezt jóvá hagyták, és ez azt jelenti, hogy 5 osztálytermet kialakíthatunk a Dorcas helyszínén. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem a gyermekeket visszük be 12 kilométerre, nem tudom én hány helyszínre, hanem a Dorcasnál, ahol van ez a 40 család, 200 fő, 110 gyermek, ott szervezzük meg számukra azt a fajta oktatást és pedagógiai programot, amire nekik azon a szinten szükségük van. Milyen 5 osztályt említett, akkor ez 5 tanulócsoportot is jelent egyúttal? Nagyjából. Hány éves korú gyerekekről beszélünk? Ugye meg kell még említeni itt azt is, hogy 2 hónapja zajlik egy nagyon komoly munka az ökumenikus segélyszervezet részéről. Ajándékba kaptunk tőlük egy nyári pedagógiai programot, ennek a Dorcas iskolának a kisebb verzióját, és már be vannak sorolva szintmérés alapján osztályokba a gyermekek, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy 3-tól 6 éves korig van óvodapedagógia, óvodai foglalkozás, iskolára felkészítés, és onnantól kezdve pedig, hát nagyon színesek a csoportok, mert vannak olyan idősebb gyermekek is, mondjuk felsősök, akiknek az írásolvasás és alapvető matematikai feladatok nem igen mennek. Úgyhogy úgy próbáljuk őket forgórendszerben oktatni, hogy a kortársaikkal is legyenek, és azon a szinten kapják meg az oktatást, amilyen szinten éppen vannak. Illetve még azt is hozzátenném, hogy egészen az icipici babákkal is foglalkozunk, hiszen tudtunk eddig is szervezni az ökumenikusok közreműködésével, és az UNICEF-es programban is benne van, hogy ringató és kis babamamás foglalkozás is szerepeljen ebben. Ukrán, orosz, magyar anyanyelvűekről beszélgetünk? Gyermekek kapcsán gondolom, hogy itt a magyar nyelv ismerete azért az kulcskérdés lesz. És ez meg is van, hál' Istennek. Ugye szerintem sok befogadó központnál az első pár hónapban ez rendeződött, vagy kialakult, hogy körülbelül egy ilyen homogén társaság van mindenhol. Ha Miskolcra mennénk, Budapesten megnéznénk ilyen befogadó központokat, akkor ugye az ismerősök hasonló szociális háttér vonzotta egymást, és nálunk magyarul beszélő, hátrányos helyzetű családok vannak, Kárpátaljáról ukrán állampolgárok, vannak benne kettős állampolgárok, menedékes státusszal rendelkezők, de ez egy nagy könnyebbség a pedagógiai célok szemszögéből, hogy beszélik a magyar nyelvet. Pedagógus vonal, tanító, tanár, a normál magyar iskolák is szakember hiánnyal küszködnek. Mi a helyzet itt?
Talán az, amit a Dorcas fel tud mutatni egy ilyen hívó, vonzó célként, hogyha pedagógusokról beszélünk, az egyrésztről az, hogy ennek van egy ilyen projekt szemlélete. Tulajdonképpen ez egy szociális projekt. 12 hónapra szól, nem egy rendes iskola, ez az iskoláknak segít abba, hogy ne egyből ők kapják meg ezt a feladatot, hanem felkészítsük őket erre. Lesznek felszerelt tantervek, minden eszköz adott lesz hozzá, és egy kicsit ki lehet élni azokat a kreatív, alternatív pedagógiai módszereket, ami lehet a közoktatásban egy picit nehezebb. Itt nem lesz annyira megkötve a pedagógusoknak a keze, és azt látjuk például az új iskolavezetőnek a személyében is, aki a multik világából jön vissza pedagógusnak, hogy neki kifejezetten tetszik ez a projekt szemlélet. Eleve ugye egy nemzetközi világszervezet, egy gyermekvédelmi világszervezet, a finanszírozó az UNICEF. Azért velük egy szakmai kapcsolatot folytatni nekünk is egy óriási megtiszteltetés, és azoknak is, akik ebben részt vesznek, egy szakmai kihívás. És nem utolsó sorban ugye ez a fajta a munka nemessége, a pedagógiai munka szépsége a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Nagyon mélyről jönnek, de nagyon gyorsan, nagyon szép eredményeket el lehet érni velük. És ismét mondom, ugye kis csoportban folyik az oktatás, minden eszköz meg van hozzáadva, illetve ugye azt tapasztaljuk velük, hogy van egy rendkívül jó hozzáállásuk. Tehát nagyon örülnek annak a szeretetnek, annak a foglalkozásnak, amit itt kapnak, és ilyet még soha nem láttak, és ez egy jó egymásra találás. A felzárkóztatás fókuszában az elmondottak alapján olvasás, írás, készség, alapvető számolás? Így van, a magyar és a matek lesz az alapja mindennek, de ahogy az alternatív módszereket említettem, nagyon-nagyon sok művészetek, sport, zene, játék, meseterápia kulcsfontosságú szerepe lesz ebben a mozgásnak, és mindenféle olyan interdisziplináris, nyilván az ő szintükön különböző színes feladatoknak, eleve, mint hogyha egy erdei iskolában lennénk, ugye a Dorcasnak, aki ismeri a Vekerító mellett, már most nincs benne sok víz, de azért mégiscsak kék túra útvonalon vagyunk, egy 5,5 hektáros erdőn, ezeket mind fel fogjuk használni abba, hogy ez a fejlesztés nagyon hatékony legyen. Úgy kell elképzelni, hogy reggel 8-kor kezdünk, és délután 2-ig vagy 3-ig tart a foglalkozás? Nagyjából. A mi elképzelésünk az, hogy kicsit alkalmazkodjunk ahhoz a biológiai ritmushoz, amiben vannak. És itt hozzátenném azt is, hogy menekült családokról van szó. Ennek van egy külön pszichológiája, és itt nagyon óvatosan kell kezelni azt, hogy tényleg kialakítsunk egy jó rutint a gyermekek számára, ott legyen a következetesség és a rendszer. De figyeljünk arra, hogy azért ők még mindig a krízisben vannak, és meg lesz itt a szabadságunk ahhoz, hogy tényleg ne 3-4-8-kor csengessenek be, hanem kényelmesebben 8:30-kor kezdjük az oktatást, és mondjuk délig menjenek azok az iskolai tárgyak, ami konkrétan matek és magyar, és délután legyenek azok a szabadabb foglalkozások, amik mondjuk a művészeteknek adnak teret. Végezetül publikus, hogy mekkora támogatást nyújt ehhez az UNICEF? Nyilván közhasznú alapítvány vagyunk, tehát minden, ami a számokat illeti, az publikus. 106 millió forinttal támogatja ezt az UNICEF. És akkor szeptember 1-én becsengetnek. Így van. Hát igazgató úr, hogyha úgy lesz, akkor ne feledkezzenek meg rólunk, hogy a Napszemle kamerája is lehessen ott, amikor megnyomják a csengőt. Szeretettel várjuk Önöket. Igazgató úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!